Sziasztok Bélaim és Bélaném! Na most egy kicsit beújítottam, ugye állva még jobban tudok kadonászni, és egy kicsit jobban ki tudom élni magam. Na, de a lényeg, hogy mi a teendő akkor, hogyha a kedvesed nem támogat a párod, ellenzi a párod, hülyének néz, mert te éppen egy kapcsolati marketing üzletet építesz, vagy éppen most kezdtél egy újban, és Isten látja a lelked, lehet, hogy ez már nem az első, lehet, hogy negyedik, ötödik, hatodik, tizedik, sokadik, és furcsa szemmel néz rád, és mi a teendő ilyenkor? Mert ugye az a nagy helyzet, hogyha ha nem támogat, vagy még ellenzés is visszahúz, és harcok vannak oda benne, arra sok minden rábír menni. Az egyik ilyen dolog az üzleted, mert hogy az meg fogja sínleni, az teljesen biztos. A másik meg az, hogy lehet, hogy a kapcsolatot fog erre rámenni. Láttunk erre sok-sok példát, és kerüljük el a bajt, előzzük meg a bajt. Na most erre Eric Warnnak vannak nagyon-nagyon jó tanítása, és szerintem a könyvében is szerepel, a hanganyagában mindenképpen. És Eric gyakorlatilag egy olyat javasol, hogy vidd végig egy folyamaton a párodat, a kedvesedet, vond be őt is ebbe a történetbe, és használd azt a meghívási sémát gyakorlatilag ennek az elkövetésére, amit ő tanít, meg amit én is szoktam nagyon gyakran emlegetni, és szerintem megtalálod már itt a blogon, ha meg nem, akkor kommentelj be nyugodtan, és kérd számon rajtam, és reklamáld meg, hogy hozzak erről is egy videót, készítsek erről is egy olyan részletes videót, ami elmondja azt is, hogy melyik lépést miért csináld meg, miért ne hagyd ki. Mert nagyon fontos mindegyik ahhoz, hogy ez jól működjön. Tehát lényeg, hogy vond be, kapcsold be őt is, mert ezzel legalább azt el tudod már érni, hogy ezt ő jobban befogadja, és én ezt el fogom most mondani, viszont van itt még egy fontos dolog, vagy néhány fontos dolog, ami azért jót tesz, hogyha neked van egy otthonról irányított vállalkozásod, egy otthonról irányított üzleted, akkor az nem árt, hogyha prosperál, hogyha jól működik, hogyha jól pörög, mert attól lesz ez védhető, azáltal lesz az üzlet, meg ugye nem ötyézünk, nem hobbizunk, hanem mi azért csináljuk a dolgunkat, mert egy üzleti tevékenységet akarunk felemelni, felvirágoztatni, pénzeket akarunk keresni, amivel el akarjuk élni az álmainkat, vágyainkat. Most ez is van ám néhány komponens, néhány eleme ennek a receptnek, ami neked is segíthet, és az egyik és az egyik legfontosabb, én puskázok is közben, nekem itt van egy nagyon jó kis segédletem, puskám ezt, tehát először is kell, hogy legyen egy magas jutalékú, minőségi, kedvező áru, tehát egy nagyon elérhető áru, beugró terméket, amit azonnal el tudsz adni szinte bárkinek, mert ugye nekem is voltak a korábbi üzleteim során nagyon jó termékem, tényleg olyan baszós termékek voltak, tehát az embereknek nem volt rá 300 000 forintjuk. Ez ilyen egyszerű. Tehát fontos az, hogy legyen egy ilyen egyszerűen elérhető, bárki számára elérhető belépő terméket, és fontos az, hogy ez gyorsan konvertáljon számodra a te zsebedbe bele pénzeket, gyorsan tudjál ezzel a beugró termékkel már is bevételeket termelni, produkálni. Másodszor fontos az, hogy legyen tovább lépés, én közben folyamatosan puskázok, látod, még ezt megtanulni sem vagyok képes. Tehát ezek felső kategóriás minőségi termékek, ugye, amikkel viszont már vásárlónként is egyes vásárlások alapján magasabb jutalékokat tudsz elérni. Ez nagyon fontos, mert akkor jobban fogsz keresni. És hogyha ez megvan, akkor ez nagyon oda bír vágni. Harmadszor az fontos, és nagyon nem elhanyagolandó, hogy legyen-e mögött az egész mögött egy olyan értékesítési folyamat, ha lehet minél nagyobb mértékben automatizált folyamat, egy értékesítési folyamat, egy értékesítési töltsér, egy marketing töltsér, egy marketing csatorna, ami lehetővé teszi azt, hogy eladja helyetted, segít neked eladni ezeket a cuccokat, mert azért nagyon sokan utáljuk azt megkérdezni, hogy kell, nem kell, mennem kell, vagy veszed, nem veszed, ezt nagyon sokan gyűlöljük. Hát én sem vagyok ezzel sokkal másképp, de a lényeg az, hogy egy rendszer ezt képes segíteni, képes nagyon hatékonyan megtámogatni, mi ugye ezt csináljuk itt, és hát a negyedik az, hogy legyen egy olyan felső kategóriás termék paletta, termék csoport és hozzávaló jutalékrendszer, amivel sokkal nagyobb jutalékokat tudsz produkálni, tehát amikkel tudsz akár eladásonként 100 dollár, 500 dollár, 1000 dollár, vagy akár 3000 dolláros bevételeket is produkálni, akkor, amikor a belépő termékeddel viszont egy nagyon-nagyon sűrűféleres, bárki számára elérhető megoldást tudsz széles rétegeknek adni. Tehát nem csak a gazdagoknak, nem csak a tehetőseknek tudsz lehetőséget adni, ez nagyon jó, ez nagyon oda tud vágni.
És hát az egészhez ugye nyilvánvaló, én is ezt is így csinálom, kell egy olyan felület, ami ezt az egészet egységbe foglalja, és megfelelően tálalja, úgy tálalja, hogy ez el is menjen, az eladjon, az értékesítsen, na ez egy blog. Gyakorlatilag ez egy blog, mert hát a Facebook az olyan, amilyen, ráadásul egyre jobban bekorlátozzák. Itt meg ugye magunk urai vagyunk, nagy részt a magunk urai vagyunk, teljesen tudjuk kontrollálni a tartalmainkat, az eseményeket, hogy mikor mi történik, és nagyon jól összefogja ezt az egészet. De ugye kanyarodjunk is vissza, mert ugye Erik is mit csinál, hogy csinálja ebben a meghívásában. Ugye felépíti, megdicséri a kedvesét, a párját, és elmondja, hogy együtt véghúzták ezt a sok-sok évet, én is már 22 év vagyok a párommal, én is elmondtam az én páromnak, hogy figyelj, annyit tűrtél már nekem, és annyi mindenen átmentünk már, mindig mindent együtt csináltunk, és én szeretném, hogyha legalább megértenéd, hogy én most mivel foglalkozok, és csak annyit kérek most tőled, tudom, hogy neked ez most nem tetszik, még nincs elég információ, de annyit kérek tőled csak. Ha én most mutatnék neked egy videót, akkor rászánnál-e azt a, mit tudom, 50 percet, megnéznéd-e velem azt a videót? És gyakorlatilag ő ezzel leülteti a kedvesét, a párját, megnézik együtt, bevonja, belevonja a munkafolyamatokba, megismerteti, és megpróbálja ezzel ezt az elfogadást elérni a kedvesénél, a párjánál, és ez neked is segített elég sokat, viszont ezt tovább tudod még ragozni, hogyha hozzákapcsolod az előbb elmondottakat, én ezt csináltam egész konkrétan, már rám is kezdett furcsán nézni a feleségem, én azt mondtam neki, Anita, itt vagyunk együtt, most már 22 éve együtt vagyunk, neveljük ezt a két gyönyörű gyereket, és mindig mindent együtt csinálunk, mindig mindent együtt harcolunk végig. Gyere most én arra kérlek, ülj le ide, nézd meg, ez a webirodám, ezek itt a jutalékaim. És ezeket ezzel én kerestem, és ezeket keresem, ez itt a csoportom, ez a havi szintű bevétel, amit ez most ebben a kezdeti stádiumában már produkál. Látod? És ezt most azért csinálom, látod, itt van ez a pénz, nem veszem ki egy részét, visszaforgatom az üzletembe, hogy jobban menjen, hogy én is megengedhessek magamnak magasabb kategóriás termékeket, amivel jobban tudok pénzt keresni, de az összes többit azt én elteszem, nyáron megyünk Egyiptomba nyaralni, úgy, ahogy megbeszéltük, és ezt én abba bele fogom fektetni, abba bele fogom forgatni, azért, hogy ott egy olyan ütős, odaszós nyaralásunk legyen, gyerekek is, mi is jó szívvel emlékezzünk rá, ameddig csak élünk, és ezt lehet még ragozni, én csak annyit kérek, hogy most akkor nézd meg azt, hogy mit csinálok én ezért a pénzért. Azt látod, hogy naponta, körülbelül naponta blogolok, stb. Én körülbelül ezt a tevékenységet végzem, és nézzük meg együtt. Itt van egy nagyon jó kis rövid anyag, ezt nézzük meg együtt is. Mit gondoltok? Elfogadóbb, támogatóbb így? Van egy közös cél. Egy közös cél érdekében meg tudtam neki mutatni azt, hogy hogyan tudjuk a közös cél érdekében használni azt, ami engem tűzbe hoz, ami engem lázba hoz, amiért én csinálom ezt az egész történetet. És én azt tudom nektek is csak kívánni, hogy megtehessétek azt, hogy a páratoknak nem csak ezt a Erik-féle sémát előadva próbáljátok meg elmondani, hogy ti miért csináltok, hanem merjétek odaültetni, hogy figyelj, én ezt csinálom, azt látod, ezt csinálom, azért kérem a támogatást, hogy ezt produkálja nekem, ezt keresem ezzel, ez jó lesz nekünk, az egész családnak jó lesz, ezt már ebből levonhatod, ezt már ebből láthatod. Tehát én azt kívánom nektek is, hogy ezt megtehessétek, és a segédeszközök azok itt vannak hozzá. Ugye, hogyha a blogomon nézed most ezt a videót, akkor ott a bannerre kattints, és iratkozz fel, akkor megkapod a frissítésemet és a hírleveleimet, amit képbe hoznak, és azt a 40-50 perces elképesztően jó videót, ami nagyon részletesen, sőt, tényszerűen meg fogja neked mondani, hogy mi mit, miért csinálunk, és miért jó. Miért jó ez ma 2014-ben, és hogyan lesz jó neked, és mire lesz jó ez neked. Tehát azt mondom, iratkozz fel oda, szerezd be minél hamarabb ezt a videót, aztán, hogyha már megismerkedtél ezzel az egész folyamattal, akkor sokáig nehezít el, ugye YouTube-on is megtalálod a linket itt a videó alatt, amin fel tudsz iratkozni. Tehát sokáig nehezít el, mert én nem tudom, meddig tartja ezt az állapotot a két dév, és meddig ilyen elérhető áru ez a termékpaletta. Most kiváló lehetőségként bejött ugye a Virális Blog Akadémia, de én nem tudom megmondani neked azt, hogy ennek meddig annyi az ára, amennyi, most ennyi, nagyon kedvező, röhögni fogsz annyira kedvező, iratkozz fel, ismerd meg, aztán, hogyha eljött az idő, gyere velem is, találkozzunk odabent, építsük együtt a te jövődet is. Ciao.